Üdvözlöm Önöket a 700-as klub legfrissebb adásában. Charlie a halász élén volt, miután autója egy nagy kamionnal ütközött. A kiérkező mentősök azt gondolták, hogy majd csak egy holttestet fognak kihúzni. A kórházi jelentés hasonlóan vészjósló volt. Amíg Charlie kómában volt, a szülei csak a reménybe és az Úr ígéretébe tudtak kapaszkodni. 2016. június 24-én Greg Clark mentőst és a Fort Worth-i tűzoltóság munkatársait egy autó és egy 18 kerekű kamion karamboljához riasztották. Mi voltunk az elsők, akik a helyszínre érkeztünk, és egyértelmű volt, hogy a kamion belecsapódott a személyautóba a vezető ajtajánál. Az első gondolatom az volt, hogy itt nem mentés lesz, hanem egy test tagjainak összeszedése. Meglepetésre a sofőr, a 23 éves Charles Priest még lélegzett, de már nem volt magánál. Helikopterrel a texasi Fort Worth-i kórházba szállították kritikus állapotban. Percekkel később az édesanyja Sherry a baleset helyszínére érkezett. Nem hittem el. Mi az, amit látok? Ez tényleg a fiam? Azt hiszem, ekkor minden érzelem kitört belőlem, és azonnal a fiamhoz akartam menni. Látni akartam. Miután egy rendőr segített neki, Sherry hazament, hogy a másik fiát, Texast és a férjét, Chuckot felvegye. Úton a kórházba végig imádkoztak. Istenem, mi történik? Rendbe fog jönni. Csak azért imádkoztam, hogy Isten legyen jelen ebben a szituációban. Amikor a család megérkezett a texasi Fort Worth-i kórházba, megtudták, hogy Charles kómában van. Dr. Mohamed Shiad Adi volt az egyik orvos, aki részt vett Charles műtétében. A CT súlyos fejsérülést, nyaki sérülést, törött bordákat, törött kismedencét mutatott, ráadásul vér volt a tüdejében. A fejsérülés volt a legsúlyosabb, és olyan mikrosérülések voltak sejtszinten, ami nem szükségszerűen magától értetődő. Látni a fiamat ott feküdni, és nem tudni, hogy valaha láthatom-e még nyitva a szemét, vagy hallhatom, ahogy beszél. Ez elkeserítő és szívszorító volt. Bár a legjobbat remélték, az orvosok nem ígértek semmit. Fogalmunk sem volt, hogy túléli-e, hogy mikor ébred fel. Lehetetlen volt előrejelezni, hogy mi fog történni. Ahogy az orvosi stáb harcolt az idővel, a barátok és a család összegyűlt imádkozni, belekapaszkodva a reménybe. Talán soha nem beszélek vele. Talán soha nem láthatom őt újra. Talán soha nem nevetünk újra együtt. A fiam elvesztése közel volt. Három nap után világos volt, hogy Charles életben marad. De nem tudtuk, hogy milyen maradandó károsodása van. A törött nyak műtétet igényel, ami limitálhatja a mozgását, de az orvos fő aggodalma a megemelkedett koponyanyomás volt. Minél tovább marad, annál több agyi károsodást okozhat. A szülők féltek, hogy a fiúk nem ugyanaz az ember lesz. Egyáltalán nem tehettünk semmit. Csak imádkoztunk és bíztunk az Úrban. Esdekeltünk, Istenre néztünk, és kértük, hogy legyen lehetőségünk még kosarazni együtt. Egyik este a váróteremben Sherry éppen imádkozott, amikor Isten ígéretet tett neki. A váróteremben ültem, és néztem kifelé az ablakon. Ekkor észrevettem a távolban egy fekete felhőt. Azonnal visszatértem a 18. Zsoltárhoz. Fantasztikus fejezet. Úgy kezdődik, hogy a kiáltás eljutott Isten fülébe. Majd az következik, hogy a természet hogyan változik az ő szavára. Isten adott nekem 4 ígéretet a fiamról. Fel fog kelni, meg fogja ismerni Istent, meg fogja ismerni a családját, és futni fog. Egy héttel később Charles koponyaűri nyomása stabilizálódott. Az orvosok elvitték MRI vizsgálatra, a család várakozott. Azt mondták, arra számítanak, hogy az agya úgy fog kinézni, mintha szétrancsírozták volna. A képet kivetítették, és azt láttuk, hogy az agya egy egészséges agy. Az orvosok nagyon meglepődtek, ugyanis nem erre számítottak.
A következő néhány napban Charles elkezdett felébredni a kómából. Reagált a szóbeli parancsokra. A doktori gárda számára ez hatalmas haladás volt, a család számára pedig megerősítés, hogy Isten ima meghallgató. Az orvos bejött és azt mondta, hogy csinálni fognak egy légzőtesztet, de ne ijedjek meg, egy ideig el fog neki tartani. Aztán pár nappal később már magától lélegzett. Egy héten belül pedig már szilárd ételt evett. Mindössze 6 héttel a baleset után. És kijön a kórházból, a lábán. Nyakmerevítőt hordott még 4 hónapig, de semmi egyéb műtétre vagy egészségügyi beavatkozásra nem volt már szükség. Szóval, amikor levették, vége volt. Ez volt a felépülésem utolsó szakasza. Tudtam végre szabadon sétálni. Az a helyzet, hogy nem tudok erre úgy tekinteni, hogy ne látnám csodának. Charles nem csak lediplomázott, de fizikailag és mentálisan is megfelelt, hogy valóra váltsa álmát, és a texasi nemzeti gárdánál szolgáljon. Isten az, akinek mondja magát. Megteszi, amit megígér, és ha ebben kételkednék, csak rá kell néznem a fiamra. Nem azért jó, mert gyógyított. Ő jó mindenképpen, ettől függetlenül is. Megmutatta magát nekünk. És csak hálát tudok adni érte.